Sziasztok! A mai videónkban egy különleges szobanövényt szeretnék nektek bemutatni, mégpedig a kávécserjét. Kávécserjét ma már lehet kapni nagyobb diszkontokban, kertészetekben, illetve online webshopokban is. Nagyon könnyedén lehet itthon is tartani, mutatom, hogy mire kell figyelni. Hogyha olyan nagy kávéfogyasztók vagytok, mint például én, akkor lehet érdemes egy ilyen növényt beszerezni otthonra. A kávécserjét, hogyha lakásban tartjuk, akkor figyelnünk kell arra, hogy elegendő fényhez jusson, azonban ne érje a napsütés közvetlenül, mert azt nagyon nem szereti. A téli időszakban is szükséges neki megfelelő fényt biztosítani, hogyha ezt elfelejtjük, vagy egy sötét szobába rakjuk, akkor könnyedén lepotyoghatnak a levelei. Nem szereti a túlontúl hideget sem, tehát például egy fűtetlen verandára nem érdemes kitenni, legalább egy olyan 15-16 fokot kell neki biztosítani a téli időszakban is, hogy szépen fejlődjön tovább. A kávécserje az körülbelül egy olyan közepes vízigényű növény. Ez azt jelenti, hogy mindig figyelni kell arra, hogy nyírkos legyen a földje, de nem szereti azt, hogyha túl sok vizet kap, és azt sem szereti, hogyha túl keveset. Érdemes mindig megfogni a földjét, és ennek függvényében meglocsolni. Hát szerintem erre most már ráfér egy kis víz, úgyhogy egy picit meg is locsolom. Így, ezzel meg is vagyunk. Télen egyébként olyan különösebb gondozás nem igényel, tavasztól azonban körülbelül olyan hetente egyszer adhatunk neki tápoldatot, azt meg fogja hálálni. Hogyha a kávécserjének az igényeire odafigyelünk, akkor hosszú évek alatt akár 1 méter magas is lehet, természetesen fajtától függően, és virággal, sőt, bogyókkal is megajándékozhat bennünket. Hogyha eddig nem tettétek, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és látogassatok el Facebook oldalunkra is.